Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Üvegzseb rendeletet hozna létre a pécsi Fidesz. Átlátható gazdálkodást akarnak jövő évi megválasztásuk esetén. Kellenek a helyi értéktárak. Baranya kincseit félti a vármegyei elnök. Kreatív mérnökképzés Pécsen. A Design héten mutatkozott be az egyetemi műhely. 120 éve született Nagy Ferenc egykori miniszterelnök. Kutatócsoport tartott megemlékezést Visén. Átlátható és ellenőrizhető viszonyokat akar teremteni jövő évi megválasztása után a pécsi Fidesz az önkormányzat gazdálkodásában, ugyanis a jelenlegi feltételek ezt nem biztosítják. Fontos, hogy a pécsiek lássák, mire költi pénzüket az önkormányzat. Erről tájékoztatta a sajtó munkatársai Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője a polgári oldal képviseletében. Az önkormányzat gazdálkodásában tiszta viszonyokat, azaz átláthatóságot és ellenőrizhetőséget akar teremteni a polgári oldal, mivel jelenleg ez nem biztosított. A korábbi években a baloldali koalíció kiszorította az önkormányzati cégek felügyelő bizottságaiból a többi szervezetet, így aztán a rendszerváltás óta példátlan módon korlátozták a nem a polgármester támogató szervezetek az önkormányzat cégeivel kapcsolatos felügyeleti jogait. Ez ellen tiltakozik és elfogadhatatlannak tartja Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke azt, hogy a szakbizottság tagjai sem ismerhetik meg például egy ügyben azt, hogy mire költött a pécsi önkormányzat az adófizetők pénzéből 100 millió forintot. Évek óta próbáljuk kijárni, hogy ezeket az információkat megkaphassuk, de még a szakbizottság tagjai sem ismerhetik meg, nemhogy a széles nyilvánosság. És tudjuk azt is, hogy felügyelő bizottságok, mint az önkormányzati cégrendszer melletti ellenőrző testületek milyen fontos munkát látnak el. Most ezekben a felügyelő bizottságokban jelentős önkormányzati cégeknél nem ülhetnek ott a nem a polgármesterhez tartozó szervezetek képviselői, vagyis a városházi ellenzék képviselői, viszont ezzel szemben gyakorlattá vált példanélküli módon, hogy a polgármester támogató képviselők a legszűkebb családtagjaikat is önkormányzati cégek felügyelő bizottságába ültethetik be. Ezzel mindenképpen sérül az átlátható gazdálkodás és a hatékony közpénz felhasználáshoz fűződő joga a pécsieknek, hangsúlyozta a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke. Ezek zavaros, korrupció gyanús, visszaélés gyanús ügyek, ezért tiszta viszonyokat kell teremteni az önkormányzat gazdálkodásában. Az elmúlt években több büntető eljárás is indult a baloldallal szemben Pécsen, amelynek következményeként több százmilliós kár érhette a pécsieket, tette hozzá Csizmadia Péter. Ezért tiszta viszonyokat kell teremtenünk a pécsi közéletben, ezért mi arra teszünk javaslatot és azt vállaljuk, hogy amennyiben a pécsiek bizalmat szavaznak nekünk a jövő évi választáson, úgy egy üvegzsebrendeletet fogunk alkotni, ezzel pedig helyreállítjuk az átlátható gazdálkodást és az ellenőrizhető gazdálkodást. Ennek részeként egy olyan nyilvános és mindenki számára hozzáférhető rendszert fogunk felállítani, amellyel az önkormányzat, az intézményei és a cégei valamennyi szerződése egy nyilvános felületen elérhető lesz bárki számára, kereshetővé válnak ezek a szerződések, és azok megkötését követően a cégvezetőknek kötelességük lesz, hogy ide feltöltsék ezeket a szerződéseket. Ezzel az átláthatóság biztosítottá válik az önkormányzat vonatkozásában. Másrészt a felügyelőbizottsági rendszert kell megújítani, fogalmazott a jobboldali képviselő. Szakmai alapokra kell helyeznünk egyrészt, másrészt pedig meg kell tiltanunk azt, hogy lehetősége legyen önkormányzati képviselőknek szűk családtagjaikat ilyen pozíciókba ültetni, ezért ebben a rendeletben ki fogjuk zárni és meg fogjuk tiltani azt, hogy akár az adott cég vezetőihez, akár bármely önkormányzati képviselőhöz fűződő közeli hozzátartozó a szerepet kapjon ezekben a felügyelőbizottságokban. Csizmadia Péter hisz abban, hogy közös felelősségük a közbizalom újraépítése az önkormányzat irányába. Ennek egyik legfontosabb előfeltétele, hogy a pécsiek láthassák, hogy mire költi pénzüket az önkormányzat. Meg kell őrizni helyi építészeti, kulturális és közösségi értékeinket, termékeinket. Ezért fontos a települési értéktárak munkája, mondja a Baranya vármegye önkormányzat elnöke. Ezért lenne fontos, ha a pécsi értéktár munkája is újra indulhatna, Őri László szerint.
Zsolnai porcelán, harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra, gerezslaki gőzgombóc, vagy éppen a baranyai tájfajta tyúk. Ezek mind részei a Baranya vármegyei értéktárnak. Összesen 40 nemzeti értéket tartanak itt nyilván, bemutatva a kincses baranya építészeti, művészeti vagy gasztronómiai, illetve agrár különlegességeit. A vármegyei elnök azt mondja, sajnos Pécsről már évek óta nem érkezik javaslat az önkormányzattól. Egészen 2019-ig nagyon jól működő értéktár működött Pécset. Igen, sajnálatosnak tartom, hogy a Péterfi Attila vezette baloldali városvezetés nem tartotta fontosnak, hogy ezt tovább vigye. Pécset ma nincs önálló működő értéktárbizottság, és én azt gondolom, hogy ez sajnos meg is látszik, hiszen az elmúlt években, ahogy látom a második szint a Baranya vármegyei értéktárbizottság munkáját, mióta Pécset nincs önálló értéktárbizottság, gyakorlatilag alig érkeznek olyan védendő értékekre vonatkozó felterjesztések a vármegyéhez, amelyek Pécsről érkeznének, tehát jól láthatóan ez a folyamat egy kicsit megszakadt Pécsen. Őri László szeretné, ha újra lenne Pécsi Értéktárbizottság. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy átmeneti állapot, és Pécs város vezetése is fel fogja azt ismerni, hogy ismét fontos és szükséges az, hogy ne csak önmagában értéktárbizottság legyen, de hogy egyáltalán nagyobb figyelmet kapjanak a helyi értékeink, hiszen annak a közösségnek van jövője, amelyiknek van múltja, vannak gyökerei, vannak hagyományai, ezeket a hagyományait ápolja, és megtanulja átörökíteni a fiatalabb generációknak. Én büszke vagyok arra, hogy Baranya számos település egyébként élen jár, elől jár. Erről is beszélt a politikus Siklóson a megyei értékfesztivál kapcsán. Mint ismert, a hungarikumokról szóló 2012. évi 30-as törvény alapján járnak el döntéseik meghozatala során a helyi értéktárbizottságok. Ezek alapján következik a vármegyei, illetve az országos szint. Végül a legkiválóbbak akár a hungarikum címet is elnyerhetik a folyamatban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal október végéig megküldi az adószámla értesítőket magánszemély és egyéni vállalkozó ügyfeleinek. Az adószámla egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintnál több túlfizetése van, illetve 2022-re késedelmi pótléka keletkezett, közölte az adóhatóság. A közlemény szerint országosan mintegy 2 millióan kapnak postán adószámla értesítőt, vagy várhatják az elektronikus értesítést. Kifejtették, akinek van ügyfélkapus, e-személyi igazolványos arcképes videós azonosítása, telefonos azonosítása, az elektronikus tárhelyére kapja az adószámlájával kapcsolatos tájékoztatót, amelyről e-mail értesítés érkezik a regisztrációkor megadott címre. Ilyenkor érdemes minél előbb megnyitni a tárhelyet, mivel a beérkezett üzenetek 30 nap elteltével automatikusan törlődnek a felületről, kivéve ha azokat a megnyitás után a tartós tárba helyezik. Ha valaki nem nézte meg a tárhelyére érkezett üzenetet, de az e-mail értesítésben látja, hogy folyószámla rendezés kapcsán küldött üzenetet a NAV, akkor adószámla egyenlegét az ügyfélportálon is lekérdezheti. A kreatív mérnök képzés is bemutatkozott a Pécsi Design héten. Az egyetem műszaki karán képeznek olyan szakembereket, akik a formatervezés alkotó folyamatait és a mérnöki megoldásokat tudják egyesíteni az ipar különböző területein. Ezt a gazdasági hasznot hozó tevékenységet hozták közelebb az érdeklődőkhöz a hallgatók munkáinak bemutatásával. Különleges formájú járművek, 3D-s nyomtatott modelljei, használati tárgyak, ízelt lábúak, de még nyomtatott fegyverek is láthatók a Pécsi Egyetem műszaki karán. A Baranyai Design hétre született ez a kiállítás, ahol az ipari termék és formatervező mérnökök iskolai munkáit mutatják be. Szeretnék valami olyannal foglalkozni a jövőben, amivel rengeteg lehetőségem lehet, és akár egy képzéssel tudok többfele elhelyezkedni, illetve a 3D modellezés az, ami nekem nagyon tetszik a szakunkon, illetve sok kreatív tárgyunk mellett vannak mérnöki tárgyaink is, és akkor így egyensúlyban van ez a kreatív és a műszaki oldala ennél a szaknál. Szántó Liza a bútorgyártás területén szeretne elhelyezkedni. Azt mondja, a bútortervezés szerepel nála az első helyen.
A hallgatói munkák a különböző kurzusok keretein belül jöttek létre, ilyenek, mint a formatervezés, formatalm, az integrált terméktervezés kurzusok keretein belül, és ezeket a munkákat látjuk itt a kiállításon. A munkák jól mutatják a hallgatók fejlődését, a kreativitásuknak a fejlődését, az egyszerű munkáktól az összetett komoly mérnöki munkákon keresztül. A szakvezető szerint az ipar több területén várják a náluk képzett szakembereket. Az ipari termék és formatervezők olyan mérnökök, akik a kreativitásuknál fogva egy magasabb megoldó képességgel rendelkeznek, probléma megoldó képességgel rendelkeznek. Így úgy gondolom, hogy ezek a mérnök hallgatók és ezek a végzett mérnökök képesek arra, hogy a műszaki pályán könnyen elhelyezkedjenek, vagy saját terméküket saját vállalkozásban mutathassák be, vagy fejleszthessék. Ez a szaka a kreatív mérnökképzést képviseli Pécsen, mondja az egyetemi docens. A kiállítás pedig megmutatja azt is, hogy gazdasági hasznot hoznak ezek a szakemberek. Ezért kerültek be a képzéssel kapcsolatos munkák a Baranyai Design Hét programjába. 120 éve született Nagy Ferenc, Magyarország egykori kisgazda miniszterelnöke. A politikus életútjával egy kutatócsoport foglalkozik immár 3 éve. A Baranya vármegyei Bissén szülőházánál megemlékezést tartottak október 8-án születésnapjára emlékezve a kutatócsoport tagjai és a helybeliek. A Nagy Ferenc miniszterelnök kutatócsoport egyik vezetője és alapítója Ginelli Zoltán. A kutatóstúdiónk vendége volt az egykori kisgazda miniszterelnök születésének 120 éves évfordulójára rendezett megemlékezést követően. Nagy Ferenc 1946-tól 1947-ig volt Magyarország kisgazda miniszterelnöke. 32 év emigráció után Virginia államban hunyt el, és ott is temették el. Korának meghatározó személyisége volt. Egyszerű falusi gyerekből a miniszterelnökségig vitte. Élete személyisége példaértékű ma is. A kutatócsoport, melynek sokrétű a tevékenysége, ezért is ápolja emlékét. Itt mostanában sok szó esik arról, hogy hogyan lehet Magyarország történetét globális történelemben elbeszélni, mi a mi helyünk a globális világban, és igazából Nagy Ferenc életútja az nagyon-nagyon sok pont országgal összekapcsol minket, Indiával, Fülöp-szigetekkel, és még sorolhatnám. Tehát nem csak egy magyar-amerikai történetről van szó, és nem csak egy nemzeti történetről, bár szeretném hangsúlyozni, hogy Nagy Ferenc életútjának az elbeszélés és feldolgozás az egy nemzeti érdek. Tehát ez olyas valami, amiben összefogás kellene mindenféle politikai pártállástól függetlenül, attól függetlenül, hogy ő egyébként a kisgazdapártnak volt a vezető alakja, szerintem a miniszterelnökünk jelenleg méltatlanul van elhelyezve a történelmünkben, és valahogyan egy méltó megemlékezésre lenne szükség. A kutatócsoport munkáját 5 ember kezdte el. Később csatlakozott hozzájuk Máté Zsolt, aki a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza. Ginelli Zoltán pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem berkein belül folytatja ezt a munkát, mint kutató. Az egész csapatmunkának a lelki erejét az Kovács Zoltán szolgáltatja, mert nélküle nem kezdődhetett volna el az egész kezdeményezés. Most van egyébként, most jelent meg egy kötet a Dél-Dunántúli Történelmi és Sajtótörténeti Egyesület gondozásában, ami Nagy Ferenc életútjáról szól. Elsősorban a Bise és a Baranya megyei vonatkozásokban. Ez például Kis Zoltán taktársunk írt ebbe a kötetbe. Tehát sokrétű a tevékenységünk, nagyon jó lenne egy konferenciát is szervezni Nagy Ferenc életútjáról. Ez lenne például az egyik rövid távú cél. Születésének 120 éves évfordulóján megemlékezést tartottak a kutatócsoport tagjai és a helybeliek Nagy Ferenc szülőházánál a Baranya vármegyei Bissén október 8-án. A kutatócsoport egyik célja a Bissén lévő szülőházban egy emlékszobát kialakítani és történelmi emlékhelyé nyilvánítani a házat és környékét. A régió híreivel folytatjuk. Október 16-ától egészen november 3-áig regisztrálhatnak a 65 év felettiek karácsonyi csomagra Szekszárdon. Az adományokat idén már új helyen, a Béla Király téren vehetik át a szépkorúak. Évekkel ezelőtt kisbolt működött itt ebben a sarki épületben, a szekszárdi Béla Király téren. Az önkormányzat nemrég azonban megvásárolta az ingatlant. Máté Péter, a helyi Fidesz frakció vezetője, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy idén már ezen a helyen vehetik át a 65 év felettiek a karácsonyi csomagjaikat. Ezt mindenképp fel kell újítanunk, de első körön erre alkalmas,
hogy a csomagot itt kiosszuk, ez mindenképp jobb, mert a Garai térhez képest több a megállási lehetőség. Szeretném hozzátenni, hogy 10 darab parkolóhelyet alakítottunk ki a Béla Király téren, ami hamarosan üzemelni fog. Erről a táblanyomta készítésre várunk, de ez napok kérdése. Úgyhogy itt van előtte 10 plusz parkolóhely, ami eddig nem volt. És az épületet viszont hirdetjük, vagyis ezt a részét. Szeretnénk, hogyha itt újra élelmiszerárosító hely lenne. Ezt a vagyonkezelő Kft., ha jól tudom, már föltette a hirdetést, tehát mindenképp keresünk olyan bérlőt, aki élelmiszert árusítana ezen a helyen a későbbiekbe. Hozzátette, hogy ebben az évben még biztosan nem adják ki az ingatlant, így a ledes izzókat és a karácsonyi csomagokat is itt lehet majd átvenni. Utóbbira egyébként a 65 év feletti lakosok október 16-án kezdhetnek el regisztrálni. Erre egészen november 3-áig van lehetőségük. 7. alkalommal fogják az idős szekszárdi polgárok ebbe az ajándékcsomagba részesülni. Annyit kell ehhez elmondanom, hogy tavaly 2000 forintról 4000 forintra, az idejében 4000 forintról 5000 forintra lesz megemelve a csomag tartalmának az ára. A 65 év feletti polgárok jelentkezhetnek telefonon, csak telefonon. A 74-999-333-as telefonszámon. Jelentkezni tehát október 16-ától november 3-áig lehet. A legalább 8 termékből álló minimum 2 kg-os csomagokat december 4-től 15-ig tudják majd átvenni. A 65 év feletti szépkorú polgárok a Tolnai vármegyeszékhelyen. Visszaeső fogyasztás miatt aggódnak a hazai borászok. Ez a trendek változásának is köszönhető, melynek legnagyobb vesztese leginkább a vörösbor, mondja a szakértő. Az európai borászatra jellemző fogyasztás csökkenés itthon is érezteti hatását. A borfogyasztás visszaesése drasztikus lett az elmúlt 20 évben, ezzel párhuzamosan azért a Magyarország szőlőterülete is csökkentek, lényegesen kevesebb szőlőterületen gazdálkodunk már, mint 20 évvel ezelőtt, viszont a borfogyasztása is az elmúlt években iszonyatosan visszaesett. Ennek az okát mi is vizsgáljuk és nézzük, és látjuk a fogyasztói trendek változását. Érdekes módon a fehér boroknak a fogyasztása az növekedett a borvidéken. A rozé az már évek óta egy stabil, stagnáló piac, de a vörösborok fogyasztása drasztikusan csökkent. Hiszen, amíg Magyarországon 20 éve még 30 liter volt az egyfőre eső borfogyasztás, addig idén ez a mennyiség már megközelítően 15 literre esett vissza. Rázni, több bokot is látunk benne, például a mai fiataloknak kevésbé nyúlnak a borhoz. Én nem gondolom, hogy az alkoholfogyasztás csökkenne, sokkal inkább azt látom, hogy a bornak a fogyasztása csökken. Valahogy nem érinti meg a fiatalokat már a borhoz való kultúra, nem érinti meg, hogy ez nem csak pusztán egy alkoholos termék, hanem ez egy nagyon komoly szakértelmet igénylő fogyasztási cikk, és ezért előszeretettel választák azokat a termékeket, amelyek esetleg jobbivásúak, édesebb ízek, és ezek a száraz vörösboroknak sajnos most egy picit visszaesőben van a fogyasztása. A bajok szembetűnő jelei közül megfigyelhető, hogy a borfogyasztók korfája rohamosan öregszik, a fiatalokat pedig nem tudják megszólítani. Október 10-e a Mentális Egészség Világnapja. Ennek alkalmából pénteken délelőtt különböző előadások várták az érdeklődőket Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Ezzel együtt a Tolna vármegyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya nyílt napot is tartott, ahol a látogatók betekintést nyerhettek az osztály mindennapi életébe, terápiás munkájába. Jelentős számban érkeztek érdeklődők pénteken délelőtt a Babits Mihály Kulturális Központba, ahol a Mentális Egészség Világnapja alkalmából gyűltek össze. Kertész Ágnes, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztályának osztályvezető főorvosa azt mondta, idén a férfi és női szerepek változásának témája lett előtérbe helyezve. Nem mindig sikerül jól ez a változás követés, az alkalmazkodás, megjelennek a szenvedélybetegségek, és gyakorlatilag a szakmai napunkan is több féleképpen érintjük a szenvedély kérdését, szenvedélybetegségeknek a kérdését az alkohol probléma, illetve a dohányzás mentén. A doktornő kitért arra is, hogy ezek a változások milyen okokra vezethetőek vissza.
az ipari forradalom egyenes következménye volt az első világháború, ami a nőket a korábbi tradicionális nőszerepekből teljes egészében kibillentette, és gyakorlatilag férfi munkásként kellett a háborúban dolgozniuk, családokat fenntartani, és azt gondolom, hogy a jelentősebb változások innen indultak, hogy a munkahelyeken, az irodákban, a tudományban is megjelentek a nők. A Pszichológiai Kultúra Hete október 9-én indult egy kiállítással a pszichiátriai betegek munkáiból, majd szerdán is csütörtökön különböző előadásokkal folytatódott. A záró szakmai napon az említett előadássorozat majd délutántól Kreatív Színház várta a vendégeket. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Üvegzsebrendeletet hozna létre a pécsi Fidesz. Átlátható gazdálkodást akarnak jövő évi megválasztásuk esetén. Kellenek a helyi értéktárak. Baranya kincseit félti a vármegyei elnök. Kreatív mérnökképzés Pécsen. A Design héten mutatkozott be az egyetemi műhely. 120 éve született Nagy Ferenc egykori miniszterelnök. Kutatócsoport tartott megemlékezést Visén. Kedden változó mennyiségű fátyolfelhőzet szűri a napsütést, emellett északon, északkeleten gomoly felhők is lehetnek az égen. Esni sehol sem fog. Sopron környékén, a déli délkeleti, az északi középhegységben helyenként az északkeleti szél élénkülhet meg. Kora reggel 4 és 5, délután 11 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!